Szeva! Hello! Üdvözlünk titeket egy újabb videóban, ami miatt megint úgy izgulok, mintha először mennék randizni egy csajjal. Pedig az elég rég volt. Ugyanis az európai hot chip összeállított nekem egy csípős ládát, teli csípős dolgokkal, meg pikáns, fűszeres ételekkel. És ezt fogjuk ebben a videóban megkóstolni, hogy az állítások szerint erősebb ez a hot chip, mint a pakui, az amerikai fajta, amiket eddig próbáltam ki. Szóval azt mondod, ez csípősebb lesz, mint a pakui? Azt mondják, csípősebb ez, mint a pakui. Jó, ez van a dobot. Van itt egy thank you levél nekünk. Jaj. Mind a kettőben ugyanazok vannak amúgy? Menjünk sorba. Van nekünk egy ilyen dobozunk, de gondolom chili szószok lesznek, chili porok. Kevésbé csípőstől egészen nagyon csípősig. Wow. El vagyok a legkevésbé kíváncsi. Real chili, real heat. Hát nem is, hogy lássátok meg először. Ajaj. Jó. 10 darab hot chip challenge. Egy-egy bőmenelik lesz szerintem. Én még azon is gondolkozok, hogy megegyek egyet egyáltalán, mert semmi kedvem ehhez. Én azt mondom, először kezdjük a lájtos dolgokkal. Meg a ajándék csilis doboz. Itt a hátán legyen egy-két összetevőt, hogy mi található benne. Mi van a dobozban? Kihívás. Sok csípős cucc. Várjál már. Ezt egy csaj pakolta nekünk össze. Kaptam egy hajszálat. Ez csípős hajszál, vigyázz. Mi van? Még három. Hova fogunk ennyit megenni? Nem fogok én ennyit megenni. Azt mondom, kezdjük sorba. Ezzel a kicsi cuccol, azon állj egy törékeny. Na. Ez mangós csilis, mangó lekvár. Kettes szintű erőssége van. Szóval hozok két kis kanalat, és kóstoljuk meg, hogy milyen. Vegán termék. Ja, amúgy, ha valaki kérdezni, hogy ő kicsoda, ő csoki csak szakál nélkül. Igen. Tessék. Nem is eddig a csípős. Számítsuk a mangóra, vagy számítsunk arra a csípiba. Bon appetit. Egy. Finom és csípős. Uh-huh. Főleg utólag ugye elkezd csípni. Kellemesen csípős. Ja. Azt kell mondjam. Ja, de finom is amúgy. Finom, finom, csak de nekem többet nyilván nem. Ez epres csilis, nyers protein szelet. 2,5 pontra van csípősségre. Törj egyet. Ez már egy fél ponttal erősebb lesz, mint az előző, ja. Szóval. Ennek már érződik a csípős paprika. Ja. Bogyán, ne edd le az ágyam. Ennek már nem ízlik az íze. Hogyha öntök kéne finomságára adnák egy 4-es, csípőségére olyan 2-2 felett, igen, amennyit ír rajta. Nem az én zsánerem, nem pontozom. A következő termék, ez lesz. Ezen azt írja, hogy ez habanero dried chili darabka. 350 000 Scoville szintes. Ez konkrétan kiszállított habanero darabkák. Ez csak a harmadik termék amúgy. Nem tudom ennek milyen illata volt, de... ez jó lesz. Semmilyen életre való illata nincs. Mit szólsz, ha azt mondom? Köszönjük szépen, hogy megnézzétek a videót. És majd egy következőben találkozom. 350 000, azt tudod mekkora? Nagy. Ez egy egész darab, szóval legyen az, hogy csak harapjuk. Egészség. Uha. Kipírom. Hú. Mondok valamit. Ezt eddig kell bírni. Csípősségre veti, de ízre... Na, olyan íze van, amit instant kikelt, hogy köpjek. Kész meg egy. A következőt megkóstoljuk egy fél óra múlva. Jó, ez csak a 4-es volt. Erre van 6-os is. 6-os? Akkor mi az 5-ös? Az mi az? Ez 5x2-es erősségű csípős kiwi szirup. Nekem alapból a kiwi kedvenc gyümölcsöm. Remélem, hogy finom is lesz melléje. Itt van két pohár. Remélem elköszöntél mindenkitől. Ez a videó a végső. Szagolj bele! Az orrod megcsípi! Kellemesen kivis, egy enyhén csípős is. De érződik, érződik. Finom, finom. Finom szirup. Most ugrott be a gyomromba. Az erős csípősség. Következő az citromos, habanérós, hogy mondjam ezt? Tudod, ilyen ropogós rákcsa. Hogy mondják ezt? Citromos, habanérós, 3-as az 5-ösből csípős. Ez is proteinos. Ez is száraz lesz, és ennek is undorító íz lesz. Nagyon száraz, nagyon hisztelen. Nem. Nem ízlik. Olyan, mintha kömény tennék. Csípősége utólag jön meg. Következő. Kartondarab. A következő. Eskü, úgy néz ki. Csilivel ízesített magyarók. Úgy néz ki, mintha szárított kukorica lenne. Magyarú. Tele van csípőssel. Kicsit pikáns illata van. Egészség. De finom. Nem is rossz.
5/1-es, szóval ez nem nagyon fog csípni. Őszintén, hogy a többi mellett nem érzem a csípősségét, ennek inkább a finom ízét. Érzem az alomán, hogy van benne csípős, de hát 5/1. Nekem nincs kedve. Mire? Semmire. Csilis, lájmos, szárított hús. Gluténmentes. Ja, és 5/3. Olyan, mintha egy ilyen jutti falatot kéne megegyünk, amit a kutyák meg szoktak. Olyan az illatos, olyan az állaga is, mint a kutyafalatok. Egészség. Ja, rágós. Jó rágós. Jó száraz. Ez marha hús amúgy. Az a jó. Legfontosabbat hagyjuk ki. Nem tudom, a lime és a marha hús hogyan össze egy párosításba. 5/3. Meg lehet adni. Lehet, előző életemben kutya voltam. Meg lehet. Nekem az ilyen proteines, gluténmentes, száraz ízlán cuccok valamiért nem jönnek be. A következő az csilis karamellás protein szelet. Ez is 5/2,5. Az állaga az ugyanolyan lesz, igen. Ó. Ennek jobb az illata amúgy. Az illat legalább jobb. Ha a karamell ízre gondolok, akkor egész jó. Nem olyan száraz, mint az előző, de azért ez is csíp. Jó sokat szenvedünk ember. Tényleg sokat szenvedünk. A következő, ez sima szárított marhahús, ugyanazokkal az összetevőkkel, csak ez kettős pontra van értékelve csípősségére, és nincs megízesítve. Használt kutyakajaszat. Tényleg ennek. Fülye, ha kutya lennék, egész jól elrákcsálnám. De nem vagyok kutya. Ha nem lenne csípős, még haza is minden zafír. Nekem az előző jobban ízlett. Nekem ez ízlik jobban. Viszont nem csíp annyira? Hát ezt vághatnám egy 10 percig. 2%-kal több protein van ebben. Wow. És akkor a videó végén ilyen kigyúr Jeff-ek leszünk. Még majd utassuk magunkat sír. Ez lesz a következő. Ó, nem tudom most már. Ez indiai chili sauce. Természetesen vegán. Azt hiszem, ez 10/4. Jó. Azt kell tudni Indiáról, hogy nagyon jól ki tudják fűszerezni az ételeket. Sokszor még a sajtnak is hús íze van, hogyha azt akarják. Ennek jó illata van amúgy. Igen? Szerintem? Igyed meg. De ezt is le kell nyelni, ezt nem köpöd ki. Nincs egy barátnőd? Azoknak mondogassad ezt jól. Eleinte nem csíp az ízét érzed, aztán pedig elkezd így hirtelen vetni. Az a habanero, az csípősebb volt, annak már elment a csípőség. Erre nem adnék egy 10/5, de csípősnek csípős. Ha többet raknánk, sírná. A következő örölt chili, az a neve, hogy chipotle. 10/2-es. Azt írja 20 000-es. Jaj. Ennek kb. Mini, apró chili magok és fekete széndarabkák, vagy nem tudom mik azok. Mennyi? Ételekbe fel fűszerként. Ez biztos annak van. Nem ízlik. Magára nem jó. Meg csípet? Nem csíp. Rosszul van a testem ettől a sok csilitől. Na a következő azt hiszem már az előbb is volt. Füstölcskort jól a neve, igen. Na ez 5/5. Ennek sokkal erősebb illata van, mint az előzőnek. Ez egy egész snack zacskó. Mi egy darabos sáv lesz. De képzeld ezt így megenni együtt. Egészség. Azt mondom, ennek az íze sokkal jobban van. A szárított marhának, aminek kutya állag íze van, egy fokkal jobb ennél. Csípőssége megint a végén üt be. Én nagyon nem szeretem az ilyen gluténmentes cuccokat, még egyszer kijelentem. Nekem íze nem adja, hogy a szirup az igen, meg a lekvárok. A következő is egy magyaró pack, 5/4-es. Jó, elég. 10/4-es magyaró. Let's go. Mindjárt vége van. Mindjárt vége van. Ez nem is csíp. Nem, magyarra nem csíp. És finom is. Mondta István, és fél perc múlva hát ez az könnyezet. Nem tudom miért, valamiért az ilyen snackeknek a végén jön meg a csípőssége. Miközben eszed. Beütött a végén a csípős. Az 5/4-et nem kapja meg, viszont ízre nem olyan rossz. Az utolsó termék. Wow. 2,2 millió. Mi? Nem mondom meg a nevüket, mert amúgy jegyeztem meg. 2500, 12000, 100000, 350000, 1 millió és 2,25 millió. Ezek itt mind csiliporok. Ha meg szeretnél halni, ételevés közben. Azt hiszem ezzel a 3 chipszel, meg plusz a 10-zel elérkeztünk a videó végéhez. De tényleg a végéhez, mert ne haragudjatok, most ezekre nincs gyomrom. Talán a jövőben valamikor. Úgy elég sok behatás volt így egyszerre a sok minden. A legerősebb szerintem így is úgy is ez volt, pedig sokáig gondolkoztam azon, hogy mi az habanero. Most már tudom, hogy mi az habanero. Most már fogjuk tudni ezt. Én a Mega Chili Boxot kaptam, és ezekre rá vannak írva, hogy miket lehet benne kapni. Amúgy még sok fajta chilis termék van az oldalokon. Neked ízlett, én pedig kibírtam a csípősséget, úgyhogy. Ha rendelni szeretnétek ebből a chilis dobozból, vagy bármelyik kisebb és olcsóbb változatából, lerakom a leírásba a linkjét. Európa legtöbb országából szállít, és egy következő videóban valamikor ezzel a szépséggel találkozom. Addig is köszönöm szépen, hogy megnéztek, szevasztok!